A legutóbbi három meccsét megnyerő gyulai székhelyű Grosics Akadémia ellen a 18. percben megszerezte a vezetést a hazai csapat, Gosztonyi szabadrugásból 24 méterről középről lőtt a jobb felső sarokba. Andorka az első fél óra végén egyenlíthetett volna, azonban lövését Ivancsics kapus lábbal hárította. Három perccel később Cseri lábában volt a második hazai gól, a támadó lövése azonban a kapufát találta el. Az 56. percben megfogyatkoztak a vendégek, második sárgalapja után Farkast állította ki a játékot. A folytatásban a Szeged mindent megtett az egyenlítésért, de gólt a Kisvárda szerezhetett volna az utolsó percben, Rajci perdítését viszont a gólvonalról kivágták a vendégek, így 1-0-ás hazai sikerrel zárult a találkozó. Az első fél időben amennyire még nem volt agyon taposva ez a mély talaj, annyira elkezdtünk futballozni, laposan földön tartottuk, megpróbáltuk kombinatív játékkal a védelmüket feltörni. Többször el is jutottunk a támadó harmadukig, viszont ott rendre a pálya talaja miatt pontatlan passzokat adtunk, és ez annyira dühítő, a játékosokat is annyira frusztrálja, hogy később az a fajta tudás elvesztik belőlük, amit egész hét fél év során, vagy év során is felépítettünk, és bizonytalanná válnak. Szerencsé az Andi Sakoszi rúgott egy gyönyörű szép gólt, és ez megnyugtatott. A második fél időre viszont teljesen más elképzeléssel jöttünk ki. Az volt a célunk, hogy tartsuk meg az 1-0-át, ne kockáztassunk, ne hozzuk fel a labdát, csak teljesen tuti esetben, hanem rúgjuk be a védőfal mögé, és próbálkozzon az ellenfél. A vendégek edzője szerint a mérkőzés képe alapján nem érdemeltek vereséget. Látottak alapján nehéz egy kicsit megemészteni, hogy egy pontugásra ki tudtunk kapni. Az egy ilyen játékosokat felvontott a Kisvárdán, a második fél időben sanszuk nem volt. Azt gondolom persze a talaj minősége véget többet ívelgettünk, de földön is alakítottunk ki helyzeteket. Az első fél időben annak ellenére, hogy nem játszottunk jól, 200%-os zicserünk volt, és a Várd ugye nem mondhatja ezt el magáról. A második fél időben is volt egy kis ívelgetés, de aztán földön is volt játék, úgyhogy én azt gondolom, hogy hát a maga mutatott játéka az első 20 percet kivéve elégedett vagyok. A forduló további eredményei a következők: Szolnok-Balmazújváros 1-1, Soroksár-Budaörs 5-0, Cigánd-Mosonmagyaróvár 0-1, Szeged-Siófok 0-5, Békéscseba-Nyíregyháza-Spartakusz 3-0, Csákvár-Zalaegerszeg 2-2, Sopron-Dorog 0-0, Puskás-Akadémia-Ceglid 1-0 és Kozár-Mislány-Vác 0-1. A tabella élén a 33 pontos Balmazújváros áll, megelőzve az egyaránt 32 pontos Soroksárt és Kisvárdát. A Kisvárda vasárnap Cegléden lép pályára.